Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes, a Magyar Honvédség mobil oltóállomásainak munkájáról tartott sajtótájékoztatót a Nógrád megyei Sóshartyánban. Mint összefoglalójában aláhúzta, a katonák óriási feladatot látnak el a magyar állampolgárok biztonsága és egészsége érdekében. A Magyar Honvédség 5 mobil oltóállomása tavaly március 27-e óta járja hazánk valamennyi megyéjét, olyan kisfalvakat, zsákfalvakat felkeresve, ahonnan a lakosság egyáltalán nem, vagy csak nagy nehézségek árán juthatna el a kórházi, rendelőintézeti oltópontokra. Miért fontos ez az oltási program? Talán azért, amit a miniszterelnök úr is mondott, hogy egy csodafegyver, hiszen ez az egyetlen egy eszköz a kezünkben, amellyel képesek voltunk a harmadik, negyedik hullámnak odavágni, és akár az ötödik hullámot is képesek vagyunk megrendszabályozni. Kevesebben fertőződnek meg, és akik megfertőződnek, azok pedig sokkal könnyebben vészelik át az átoltottságuknál fogva ezt a komoly fertőzési időszakot. Kijelenthetjük azt, hogy óriási munkát végeztek a magyar honvédek, és nélkülözhetetlen munkát. Németh Szilárd parlamenti államtitkár miniszterhelyettes arra is felhívta a figyelmet, hogy a Magyar Honvédség az oltóbuszokon túl jelen van a kórházakban, a rendelőintézetekben, jelen volt a határokon, amikor lezárást rendeltek el, és ma is jelen van a déli határ mentén. Becsó Zsolt, Nógrád megyei országgyűlési képviselő arra bíztatott mindenkit, aki még nem tette, hogy éljenek az oltás lehetőségével.